Bazd meg. Májusi eső aranyat ér. Trágy egy időjárás, bazd meg, az éjjel is elkapott az eső. Na lehet, el kell induljak nyolcó. Oh, nyolcó, akkor miket beszéltem? 1 órakor. Hogy idejövő odaérjek, mert szerintem nem fog tudni biciklivel közlekedni. Azért ennyire nem ér aranyat a májusi eső, hogy nappal esetett volna. Tegnap este kimentem a Tesco-ba vásárolni, azt még filózgattam rajta, hogy ó, kell sapka, ó, nem kell sapka, mondom. Úgyis jó idő van, meleg van. Egy kardigán biztos elég, tudod, erre gondoltam, erre a kardigánra. Aha, leparkolok szépen, hát mikor este olyan 8:30 körül, hát 9 inkább. Elmentettem, nem tudok beszélni, bassz meg. Bevásároltam, ahogy kell, jövök kifelé, szakad. Na mondom, még jó, hogy felvettem ma. Jacket, bőrjacket, meg sapkát, kapucnival, mert... Hát azt hittem, mondom, reggelre már, mondom, normálisabb lesz a helyzet, nem úgy bazd meg, hogy tépi a fákat a szél, meg izé. Rendesen nem fog tudni kerékpárra közlekedni. Tegnapi videónak elbasztam a hangját. Addig baszoktattam a diktafont a zsebbe. Még sikerült az egészet szélteszélye cseszni. Úgyhogy nem volt más lehetőség. Ott, ahol végképp recseget ropogott a hang, ugye kontakt miatt, oda bepótoltam a GoPro-éból. Az annyi. Na legalább halljátok, hogy mi a különbség, amikor a két mikrofon között, amikor közel van hozzám a mikrofon, illetve amikor távol van. Na, hova akartok csicsenni? Ide. Ide. Megszokott helyre, csak a kábelekre, ne rakjuk már a széklábát. Hő, na! Induljon a nap. Frissíteni kéne már ezt a Windows-t. Azt az egyet akarom kérni tőletek, hogy már akik szerettek engem nézni, nem akik utáltok, mert akik utálnak, azokkal nekem nincs beszélni való, tehát azok úgyis azt csinálnak, amit akarnak. De akik nem utálnak, hanem szeretnek, azok ne linkeljék már nekem ezeket a kretén troll YouTube csatornákat, meg izéket, mert egyébként én tudok ezekről, hogy ezek léteznek. Csak nem akarom velük tölteni az időmet, szóval tudok róla, persze. Nem szoktam rájuk keresgélni, de már annyian belinkelik, felhívják rá a figyelmet, tudsz róla, hogy van ilyen? Igen, tudok róla, hogy van ilyen. Semmit se lehet tenni ellene. Az, hogy valaki géphangon felolvassa az ő véleményét, én rólam, meg Hörbiről, meg a harmadikról, azaz ő joga,
ez csinál, amit akar, tehát ő már mindent tud rólam. Én csak azt kérdezném meg, hogy jó van, pajtás, elmondtad a véleményedet, nagyon fasz a gyerek vagy, de te rólad mit lehet tudni? Mert ugye én rólam lehet tudni, hogy mi egy csicska vagyok, mi egy izé vagyok, mi egy szar vagyok. Aztán lehet rólam terjeszteni a, ugye a hülyeségeket, ami nem igaz, mert nem tudok ellene mit tenni. Beleolvasgattam és ott a kommentekben, meg mit tudom én, hogy ott, hogy Turi Tamás 40 évesen az anyja lakásában él. Hát, na, ezt az egy tévedést azért szeretném tisztázni. Akár szerettek, akár nem, akik most nézik a videót, akár utáltok, lehet utálni, de a lakás az enyém. Jó? És az, hogy én kivel élek egyháztartásba, az hadd legyen már szintén az én dolgom. Volt nekem élettársam is, nő, éveken keresztül, én abban majdnem beledöglöttem. Jó? Kipróbáltam azt is, csak hogy nehogy azt higgyétek, hogy nincsen összehasonlítási alapom, és csak azért, hogy megfeleljek a társadalmi elvárásoknak, nem tudom egyébként mi lenne a társadalmi elvárás, tehát hogy ja, bocs, be van kenve a szakállam ilyen izével, bazd meg ilyen kerencse. Tehát az lenne a normál társadalmi elvárás, hogy én anyámat kidobom a házamból? Az utcára? Vagy mi legyen? Mert ugye az én anyám is özvegy. Nincs itt egy pézsé. Nekem többször már megmondtam. Nem kell ide nekem feleség, minek véremet szívje. Gatyám, ki tudom mosni én is. Ez az egyik dolog. Kipróbáltam alaposan, mielőtt erre az elhatározásra jutottam volna. Anyámat dobjam ki a házamból. Azért bazd meg, hogy mert... Vagy hogy? Ti hogy szoktátok? Nem értem. Az a legmocskosabb dolog, bazd meg, amikor én miattam, mert engem utáltok, egy 62 éves öregasszony támadtok, bazd meg, meg ő. Hát én rám azt mondtok, amit akartok, azt... Kész. Mit írsz te? Jó, igen, oké. Kutyariasztó ajánlás, na. Azt írja Gergely, hogy nemrég láttam videódat, ahol azon panaszkodta egy este felé, amikor jössz az a munkába, kiengedett kutyák követnek téged hazafelé. Nagyanyámnál, aki itt és itt lakik, szintén nagy volt a gond, ez sok évig, hisz amikor biciklizett hazaszint, az összes környékbeli szomszéd kapuja tárva nyitva hagyták, falubeli szokás. Ej. De sokuknál persze nem volt lekötve ilyenkor a kutya. Mivel nem egyszer nekiugrottak a biciklije küllőinek, így nem volt más megoldás, venni kellett egy riasztót neki. A gond az, hogy rengeteg gagyi, olcsó ilyen kütyű van, és túlárazottan is található. Még nagyobb gond, hogy még így se 100% a működéséhez, hiszen ha az adott kutya süket vagy nagyot hall, akkor fél órán át visíthatod a géped, nem fog eltántorodni a kutya. Paprika spray-en meg az a baj, hogy jó kell vele célozni, és szél esetén akár vissza is fújhat egyenesen a mi szemünkben, és akkor nem a kutyának lesz a legnagyobb baja. Hát igen, ezért nem vettem eddig. Mert én nekem már volt szerencsém megkóstolni, és életemben, és nem szeretném még egyszer a feelinget. Főleg azt, hogyha tehát visszajön, nem. De nem tudom, valahogy védekezni kéne. Mindenesetre ebben a tudatban végül vettünk egy ilyen 3-in-1 féle készüléket anyámnak.
amit lehet zseblámpaként használni, kis szerelésre, biciklire is rá lehet tenni, kutya idomításra és persze riasztásra is. Ez abban különbözik a többi kutyariasztó sípban, hogy csak minimális hivító hangot ad ki, így a tulajdonos nem fog megsüketülni tőle. Ultra hangos kutyariasztó, aha. Ha esetleg azóta találta, illetve vásárolta jobbat, akkor levelem tájtalan, kellemes kutyamentes biciklizést kívánok. Nem találtam mást azóta, mert ezt tegnap este készítettem ezt a felvételt. Az a honlap fegyvereket tartalmazna. Belépek, hát. Dog Chaser 2. Ultra hangos kutyariasztó. Kutyatámadás esetén kiváló védelmet biztosít, mely gomnyomással elriasztja a támadó kutyát. Készülék útrangot bocsát, mert a támadó kutyát elbátortanítja, és inkább lemond a támadó szándékára. Igen, csak humánus és diszkrét megoldása ebben az esetben. Ugye az emberi fül ezt nem hallja. Egy gombos működésű. Hatótávolsága 15-20 méter. Használhatják idősek, gyerekek, sportolók, kerékpárosok, polgárőrök, díjbeszedők, postások. Csak az a baj, tudjátok, hogy elég szkeptikus vagyok én, hogy ennyi pénzért meg. Szóval, és akkor mi van, hogyha a kutyát nem, mégse zavarja? Például az a frekvencia mondjuk éppen arra kutyára nem hat, mert előfordulhat. Akkor mi van? Amíg az eBay-en veszek valami kínait, de hát ennek se garantált hatása, szóval nem tudom. Az sem megoldás, hogyha éjszaka megyek haza, hogy akkor menjek a hosszabb úton, mert mehetnék körbe ki a főútvonalon, ki a Császári útra, csak hát az hosszabb. Na mindegy, hát egyelőre még le tudtam kezelni a problémát, aztán. YouTube. Múltkor kikapcsoltam, mert már be volt téve a YouTube a spam listába, hogy nekem ne küldözgessen izét, hogy valaki üzenetet küldött meg. Ugye, hogy XY feltöltött egy videót, ezt kiszedtem a spam listából, úgyhogy most már ismét küldi, hogy XY feltöltött egy videót, meg nem tudok beszélni bár meg. XY üzenetet küldött neki. Azt írja, hogy Monid, ha te vagy az a Turi Tamás, akkor érdekes, hogy letiltottad a kommenteket. Csak fura volt. Na mindegy. Ennyi. Letiltottam. Sose engedtem. Ezen a csatornán nem is volt sose. Tehát a Turi Tamás csatorna mióta él, azon soha nem volt komment. Nem tiltottam le őket, hanem egyszerűen nem volt opció, nem volt lehetőség sose. És a dolgok mai állása szerint nem is lesz. Mert minek? Amint látható, így is el lehet engem érni. Na jó. A többi már privátság. Majd lehet este folytatjuk. Nem tudom még mi lesz.